Kitartó munka és szakértelem kell ahhoz, hogy egy ilyen szép és főképpen egészséges kertünk legyen. Emellett szükségünk van a katicabogára, Süni és a vakond segítségére is. A szakboltokban pedig ma már több olyan lehetőség van, amely vegyszerek nélkül védi meg kertünket a kártevőktől. Nem kártevő igazából a vakond, hanem egy jó dolog, mert igazából a talajban lévő kártevőket pajóra gondolván szépen elkapják, meg avval táplálkoznak, de mivel mi nem szeressük a vakontúrásokat a földbe, ezáltal muszáj vagyunk a gyep alatt egy vakonthálót egységesen kötésben lerakni, ezáltal meggátoljuk azt, hogy a füvet tönkre vágja. A hirtelen nagy mennyiségű csapadék majd az azt követő hőség miatt megnövekszik a páratartalom, így egyre jobban elszaporodnak a kertben a gomba és a rovar kártevők. A legjobb módszer a megelőzés, vagyis ha időben kezdünk el védekezni. Főképpen a növény fajtáknál az alapvető a levéltetvek, a pajstetvek, a gyapjas tetvek, az atkák, a tripszek, ezek folyamatosan, és a gomba betegségek, ami nagyon-nagyon csúnyakát tudnak végezni egy növényen, mert egy színes lombon éppen egy rozsda betegsége elterjed, onnantól kezdve nem lehet meggátolni. Egy kis apró területeket viszonylag meg tudunk fogni, de már amikor el van hatalmasodva, sajnos majd csak jövőre lombulás után, amikor egy új hajtás fog jönni, akkor majd mutatkozik közelből ennek a szépsége. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni mindenkinek, hogy időben kell permetezni. Nem kell tehát lemondanunk egy szép kertről a kártevők miatt, csak résen kell lennünk a védekezés során.